Sziasztok, Oszkár vagyok, és ez a Blood végigjátszásomnak a 33. része. A pálya címe a Húsban. Epizód 4M7, titkos helyek száma 3, nincsenek referenciák. És ez bizony az utolsó előtti pálya. Úgyhogy itt alaposan fel kell kötni a gatymetyet. Fel kell kötni, amit még felköthetek. A fő ellenség előtt, hát itt nem tudom, ez eléggé bizarr egy hely. Úgy is fogalmazhatnék, hogy roppant nagyon-nagyon bizarr. Így van. Ugye még arra is gondolhatna az ember, hogy Ternobognak a belsejében vagyunk, de hát azért szerencsére Ternobog nem egy ilyen nagy szörny, hogy így a belső a testében mozogjunk, így össze-vissza. Azért ez alaposan betenne. Még nagyobb főellenség lenne így, mint a Sirius szem első részének a főellensége. Ez a nagy melák. Ilyen valami istenség volt, azt hiszem. Na jó, hát akkor menjünk. Nézelődjünk. Ez valami légzőszerv lehet. Talán a tüdőnek a része. Nem vagyok egy nagy biológus. Ah. Jajcs. Ah. Yes. Igen, ezek ellen ez jó fegyver. Azért egy picit megfújt. Hát, mit is tudnék ehhez hozzáfűzni? Mozognak a belek. Gyakorlatilag 8 lövés és annyi. Így van. Cerberus! Már nem lesz olyan szerencsém. Beesett a vízbe? Ajjaj. Hát elvileg meg kéne, hogy dögöljön. Mert hogy... Ugye a kutyák azok megszoktak, és ő is egy kutya. Csak egy nagy kutya. Na, ez mit csinált? Félő, hogy most ha beesek oda, akkor ott lesz Cerberus. Titeket utállak még igazán? Azt hiszem, hogy nekem annyi. Igaz, hogy van. Ja, nincs egészségügyi táskám. Hát, akkor lehet, hogy most eléggé meg vagyunk lőve. Vissza is töltöm. Nem esek be inkább oda. De várjál már, ezek lementek. Ó, hát akkor... Akkor menjünk erre. Ez valahogy biztonságosabbnak tűnik. Ez a hely.
mint hogy Cerberusszal viaskodjak. Még két kőgargoyle is. Nak is jobban örülök, mint Cerberusnak. Vagy Cerberus? Hogy kell ezt ejteni? Na, beesett a vízbe az egyik. Érdekes hangeffektek. Nem én voltam. Látjátok ezt a reflexet? Jajcs. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Hát ennek már felesett réfa. Itt már kétfajta főellenség is volt. Azért ez meglepett, hogy Cerberus csak így feltűnt a színen. Őt legyőzni nem egy egyszerű mulatság, mert ugye a harmadik epizód végén ott szerencsém volt főellenségnél, Cerberusnál, hiszen beakadt, valamilyen script hiba miatt ott beakadt, és ezért egyszerűen csak lőnöm kellett az elején. Igen, ez a hely ismerős. Na nézzük. Azt hiszem, hogy feleslegesen nem fogok harcolni ezen a pályán, mert itt túl sok, túl nehéz ellenfél van. Igen. Na nézzünk akkor erre körül. Na, ott egy kőgargoyle. Igen, mint mondtam, inkább nem harcolok. Valószínűleg arra kell tovább menni. A secret place. Na. Zuz. Lehet, hogy nincs más választásom. Lezúzom, mert túl sok vizet zavar. Na, gyere. Na, vagy hagyjuk. Menjünk tovább. Igen, ezt már megnyomtam. Hát lehet, hogy akkor a víz alá kell merülnöm sajnos. Minek nem örülök. Kivéve, hogyha ki tudnának jönni ezek a kis rohadékok. De hát nem tudnak. Így szépen apránként. Vagy ki tudtok jönni? Há, jó van. Gyertek kifele. Gyertek! Gyertek, gyertek, gyertek! Gyertek! Hát az eltart egy darabig, gyerkőcök. Uff.
meg kéne. Ilyen felszínen egyáltalán nem veszélyesek. Csak akkor, hogyha vízben vannak. De akkor nagyon. Eltalálni is nehéz őket, gyorsak. És még talán valamivel ellenállóbbak is. Hát nem véletlenül. Az a közegük. Na. Mi lesz? Na, hála jó égnek. És a képességeimnek. Ugorjunk csak be oda. Úgy be kéne oda ugrani. Ja. Hiszen itt már voltam. Értek. Azonban így köröznek az ember körül. És emiatt veszélyesek. Nehéz őket célba venni. Harapásuk az meg fájdalmas. Ezt mindenképpen el kéne kerülni valahogy. Miért vannak ezek ennyien? Na most mindjárt... Ó, még most akkor... Kőgargolylal is foglalkozni kell közben. Közben meg már a lőszerem megint fogytán van. Pedig shotgunból azért ritkán fogyok ki teljesen. Na. Oké. Most már talán tisztább a terep. Majdnem a fenekembe harapott. Yeah. One shot, one kill. One shot, one hit. Oh. Nagyszerű, nagyszerű. Hé, ez kinyílt. Vagy ez még is nyitva volt. Ez viszont szerintem még zárva volt. Ez elég érdekes egy hely. Rábe ezek nincs hatással a présgép, mi? Ott van az egyik titkos hely, már látom. Hogy tudtam? Anyátokat. Azért még mielőtt kimegyek, körülnézek egy picit. Hát szerintem... Jó, hát kihajtunk néhány titkos helyet, de hát most istenem. Menjünk a fő ellenség pályájára, én úgy vagyok vele. Nem is olyan sokat, csak egyet. Jó van.
Na, akkor készüljetek fel a végső összecsapásra, mindjárt kezdődik.